Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ahogy megszokhatták, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Elindultak az uniós fejlesztések sátoralja új helyen. Új zongorát kapott a Sárospataki Teológia. Útfelújítás után forgalmi rendváltozás Sárospatakon. Turisztikai és közlekedésfejlesztés, energetikai korszerűsítés, ipari területbővítés. Csak néhány beruházás, amely a jövőben megvalósul sátoralja új helyen. A város önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán 5 milliárd forint támogatást nyert. A programok összetettek, éppen ezért a település vezetők és a projektmenedzserek egy olyan kommunikációs tervet is kidolgoznak, amelynek segítségével a város polgárai folyamatosan értesülhetnek a beruházások céljairól és állásáról. Egyeztetés a polgármesteri hivatalban, hiszen rengeteg feladat vár Sátoraljaújhely önkormányzatára a következő hónapokban, években. Csak a terület és településfejlesztési operatív program kiírásain 14 nyertes pályázatot tudhat magáinak a város. A kapott forrásokból végrehajtásra kerülő beruházásokkal kapcsolatos munka már elkezdődött. A városvezetők és a projektmenedzserek most a kommunikációs feladatokat határozták meg. A célunk az, hogy a polgároknak minél közérthetőbben, minden pontosabban el tudjuk mondani, hogy mit, miért pályáztunk meg, és a kivitelezésnek a menete az hogy fog zajlani. Úgyhogy egy ilyen egyeztető megbeszélés zajlik éppen a polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat minél több emberhez el szeretné juttatni azokat az információkat, hogy egyes fejlesztések miért valósulnak meg, és hogyan zajlanak a beruházások. Egyes pályázatoknál már a fizikai értelemben vett munka is megkezdődött. Így az Esze iskola energetikai korszerűsítése, vagy a jégcsarnok melletti építkezés. A többi pályázat esetében az, hogy még nincs szemmel látható eredmény, nem jelenti azt, hogy ne lennének teendők a projektek megvalósításával kapcsolatban. Közbeszerzési eljárásokat kell, hogy lefolytassunk, hiszen minden egyes projekt esetében a támogatási szerződést megkötöttük, és van egy úgynevezett első mérföldkő, aminek az időpontja az egy bizonyos időre van a támogatási szerződés megkötésétől, ez projektenként változó, és most azon dolgoznak a kollégák, hogy az első mérföldkőre minden egyes feladattal elkészüljenek. A közbeszerzési eljárások lefolytatása ilyen mérföldkő, hogyha olyan beruházás van, ahol építési engedélyhez kötött a beruházások az engedély megszerzése, az első mérföldkő, ezekkel amúgy mi nagyon jól állunk, hiszen számítottunk arra, hogy győztesek lesznek ezek a pályázataink, éppen ezért előre dolgoztunk, és nagyon sok engedélyeztetést lefolytatott az önkormányzat, de számos olyan apró cseprő dolog van, ami a pályázat adminisztratív előrehaladása szempontjából fontos, a kollégák ezekkel folyamatosan dolgoznak. A sátoraljaújhelyi beruházásokról, fejlesztésekről mi is folyamatosan beszámolunk a televízióban és az újhelyi körképben, de az önkormányzat az egyéb elektronikus és papíralapú média termékeket is felhasználja majd a lakosság tájékoztatására. A korábbiakban már beszámoltunk arról, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémia saját költségvetéséből újította fel az imatermet. Most pedig egy új zongorával is gazdagodott az akadémia. A hitélet elengedhetetlen része a zene. Elsősorban ezt a célt szolgálja majd a hangszer. De a város és a régió kulturális életébe is szeretnék visszakapcsolni ezt a helyszínt, mondta híradónknak Füsti Molnár Szilveszter, rektor. Akár csak egy marsjáró, úgy nézett ki az az eszköz, amelynek segítségével lépcsőfokról lépcsőfokra szállították fel az új zongorát a Sárospataki Református Teológiai Akadémia imatermébe. Mert hogy innentől kezdve itt szolgálja majd a közösségi hitéletet. Miután megérkezett a terembe, a szakemberek óvatosan a lábait is felszerelték. Majd lekerült róla az összes védőponyva, és előtűnt a páratlan szépsége is. Természetesen kihagyhatatlan volt az is, hogy szakértő kezeknek köszönhetően a Sárospataki helyszínen először megszólaljon. Ez része volt a imaterem felújítási koncepciójának, hogy egy komolyabb hangszert is beilleszünk, és ezzel szeretnénk az egész kollégium, sőt város, régió
komoly zenei életét egy kicsit megmozgatni. Azért választottunk egy nagyon koncertképes hangszert, hogy tulajdonképpen ez a feltétel ne legyen akadály, vagy hogy nem teljesül ez a feltétel, hogy jó zongora legyen a régióban, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem csak a mi élvezetünkre, hanem sokak élvezetére fogja vontani a zenét és a hangokat. A zongora közel 25 millió forintos értéket képvisel. Ez a zongora, amit itt látunk, ez a promóciós zongoránk volt. Nagyon-nagyon sokat, sok szép koncert volt rajta. Nagyon sokan, tehát a magyar művészvilágból mindenki használta. Azt lehet róla elmondani, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, hogy voltak rajta koncertek, nagyon keveset volt használva. Most van bejátszva a zongora, mindenki nagyon nagy megelégedéssel használta. Nagyon szerette mindenki. Egy pár nevet, hogyha gondolja, akkor mondani, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Klukon Edit, Szokolai Balázs, Hegedűs Endre, Bogányi Gergely, György Ádám, Karsai Márk, Gyöngyös Ívet. Tehát tulajdonképpen a sor az végtelen, mert mindenki a magyar művészvilágból használta, próbálta, valamilyen promóciónk volt közösen vele. Hát tulajdonképpen az összes nagy zenei intézmény rendelkezik a mi általunk hozott hangszerekkel. Zeneakadémia, Művészetek Palotája, Kodály Központ, tehát az összes nagy zenei intézmény. De itt ebben az régióban szerintem ez lesz a legjobb zongora. A Teológiai Akadémia első ízben a közeljövőben egy koncerten mutatja majd be az egyedülálló hangszert a nagy közönség számára. A balesetmentes közlekedésre hívta fel a figyelmet Sárospatak alpolgármestere, miután az új aszfalttal rendelkező Vakbottyán utca új tényező a közlekedésben. A korábbi szilárd burkolattal nem rendelkező szakaszról alig érkezett jármű a Balassi, majd Arany János utcák irányába. Az új út átalakításával viszont már forgalommal kell számítani ebben a kereszteződésben is. Innen a bal oldalról is érkezhet jármű, ráadásul a Vakbottyánon haladóknak elsőbségük van, ezt tábla is jelzi. Sárospatakon idén több utca felújítása is megvalósul, köztük van a lakótelep és a családi házas övezet határán található Vakbottyán is, amely eddig nem rendelkezett szilárd burkolattal. Vakbottyán út létezett, csak nem volt befejezve. Most már sikerült a Balassi utca sarkáig megépítenünk ezt az újat. Körülbelül 25 millió forintos beruházással elkészült ez az új útszakasz, amit most már reméljük, hogy mindenki egyre gyakorlatban fog használni, hiszen összeköti a Kinizsi utcát gyakorlatilag az Arany János utcával. Az új szakasz kiváló aszfaltot kapott, viszonylag hosszú is, így könnyű rajta gyorsítani. A lakott területen belül megengedett 50 km-es sebességgel haladva is, komoly baleset alakulhat ki, ha valaki megszokásból közlekedik ezen a szakaszon, hiszen korábban a földútról kevésbé érkeztek járművek. Balassi utcáról, akik eddig megszokták, hogy nyugodtan kanyarodhattak jobbra, mert nem volt a bal oldalról érkező forgalom, azokat kérjük most már, hogy óvatosan, hiszen mostantól kezdve nekik meg kell adni az elsőbséget. Erre kihelyeztük az új táblát, és fel is fogjuk festeni az útburkolati jeleket is, amely arra figyelmeztet, hogy itt elsőbségadás kötelező tábla lesz. Pontosabban elsőbségadás van, úgyhogy kérünk szépen mindenkit, aki a Balassi utcáról kanyarodik majd az Arany János utca felé, ne megszokásból vezessen, hanem figyeljen a táblát, figyelje a forgalmat, hiszen most már a Vakbottyán utcáról érkezőknek lesz elsőbsége. Eddig szerencsére nem történt semmilyen közlekedési baleset a régi új kereszteződésben. A közlekedés biztonsága érdekében új táblák és rövidesen felfestések is segítik majd az arra közlekedőket. Közel 80 első osztályos iratkozott be és kezdte meg a tanévet a Kazinczy Ferenc általános iskolában és a Sátoraljaújhelyi tagintézményeiben. Az iskolában nem csak a legkisebbekre várnak fontos feladatok, a betűk és a számok megtanulásával. A felsőbb osztályosoknak már tudásukról kell majd számot adniuk az angol és magyar nyelvű felméréseken. Hogy mindent megtanuljunk, olvasni, számolni is, és a szorzótáblát. Másodikba fogjuk megtanulni a szorzótáblát. Zsófia és Tímea azzal a céllal kezdték meg a tanévet, hogy szeretnék tudásukat gyarapítani. A gyerekek hozzátartozói pedig minden feltételt igyekeztek megteremteni azért, hogy a diáklányok a tanulásra tudjanak koncentrálni. Próbáltunk hónapról hónapra igazából, tehát mindig egy keveset tanszerekből is, ruhanemükből is, igazából, tehát a fokozatosság elvét követve próbáltunk felkészülni, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jó lesz a második osztály, és ugyanúgy, mint az első, úgyhogy bízunk benne, hogy
még több tudással fognak gyarapodni. A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában és tagintézményeiben eredményes volt a nyári szünet is. Rengeteg felújítási munkálatokat tudtak elvégezni. Bízunk abban, hogy a továbbiakban is anyagi kondíciók megfelelők lesznek. Mindazonáltal fel kell készülnünk az oképmérésre, ami nagyon fontos feladat, minden évben visszatérő feladat, a nyelvi, kétanyelvi és a sima nyelvi mérésekre. A Kazinczyban jól sikerült a beiratkozás is. A júniusban elballagott 8. osztályosok helyére az anyaiskolában és az újhelyi tagintézményeiben közel 80 elsős tanuló lépett. Kezdenek minél jobban teljesíteni az iskolába, viselkedjenek jól, mert hogy érezniük kell, hogy ami itt történik a mai naptól, különösen az elsősök esetében, az értük és miattuk történik. Na de persze, egy 6 éves gyereknél ezt még nem várhatjuk el, hogy rögtön meg is értse, de jó pedagógusok dolgoznak a Kazinczy iskolába, jó emberek végzik a munkájukat, és szép fokozatosan ez át fog menni a tudatukba. Az iskola a tanévre vonatkozó célokat is kitűzte, melyek között most első helyen szerepel, hogy a Székhely intézményben és az Esze Tamás tagintézményben a tanév folyamán végbe menő pedagógiai szakmai ellenőrzésekre jól felkészüljön az oktatási intézmény. A nyári szünet az iskolai felújításoké, a gyerekek táboroztatásának időszaka volt a Sátoraja újhelyi szlovák-magyar két tanítási nyelvű általános iskolában. Az új tanévre pedig ismét azt a célt tűzte ki az oktatási intézmény, hogy a lehető legtöbb diák szerezzen nyelvvizsgát szlovák nyelvből, de emellett az angol nyelv oktatására is kiemelt hangsúlyt fektet az iskola. A tanévkezdés mindenki számára izgalmakat rejt, tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek. Főként igaz ez azokra a gyerekekre, akik először ülnek be az iskola padba és az ő szüleikre. A szlovák iskolában idén 19 kis elsős kezdte meg tanulmányait. Nagy izgalommal vártuk, próbáltuk azért a nyarat kellemesen és lazán tölteni, de már tavasszal megkezdtük fokozatosan az iskolához kapcsolódó eszközök beszerzését, iskolatáskát már a Jézuska elhozta, és így fokozatosan próbáltuk tudatosítani magunkban, hogy szeptemberben egy kicsit más időszak kezdődik. Valamint az esti meséket felváltották olyan történetek, amelyek az iskola életével kapcsolatosak, és ezt úgy gondolom, hogy bevált. Eddig zökkenőmentes volt a nap. Az oktatási intézményben a nyári hónapok sem teltek tétlenül. Az iskola környezetét szépítették, fejlesztették, a diákok számára pedig táborokat szerveztek. Folyamatosan zajlottak az események az iskola körül, ugyan nem a tanulókkal körbevéve, mert ők nyári táborban vettek részt, és az iskolán kívül volt Zemplinská Sírává nevű településen. Visszatérő vendégek szeretnek a víztározónál tölteni tartalmas napokat, illetve Beszterce bánya melletti Oszröblé nevű erdeiskolában vettek részt a tanulóink. Tehát a táborozáson kívül a technikai dolgozók azon voltak, hogy új kaput építsünk az iskola köré, nem csak azért, hogy védjük a gyerekeket, hanem hogy az állagot is megóvjuk. Fóliák kerültek az épületeink ablakaira, hővédő fóliák, illetve hát örülünk annak, hogy további karbantartási munkálatok, festések és így tiszta termek várják a gyerekeket a nyári munkálatok folytán. Az oktatási intézményben a szlovák nyelvvizsgára való felkészítés mellett angol nyelv oktatása is zajlik, melyet már második tanévben megerősítenek egy nemzetközi projekttel, mely 6 ország közreműködésével zajlik, és melynek vezető partnere az újhelyi iskola. Kora reggel és délután is segítik a biztonságos közlekedést a sárospataki rendőrök és a polgárőrök. A csúcsidőszak reggel 4 és 3-4-8 között van, ekkor érkezik a legtöbb autó az iskolákhoz. A városon áthaladó főútvonal is igencsak terhelt a reggeli időszakban, ezért el kell a segítség a gyalogátkelők környékén. Az iskolákban úgy vélik, mindenki számára hasznos, hogy a tanév kezdeti időszakában kiemelten biztosított legyen a forgalmi rend a gyermekek érdekében.
A gyermekek reggel még talán egy kicsit álmosak, a felnőtt járművezető pedig időnként sietősek. Ezért is jó, hogy a szeptemberi tanévkezdéstől kezdve polgárőrök és rendőrök segítik a közlekedés Sárospatak oktatási intézményeinek közelében. A legtöbb dolguk a II. Rákóczi Ferenc általános iskolánál van, hiszen ez egy forgalmas, a városon áthaladó út mentén található. A felső tagozatos tanulók egy része ugyan kerékpárral közlekedik, de a többséget szülei hozzák iskolába és általában autóval. Forgalman mind a reggeli órákban, mind pedig a desti, vagy délután, kora délutáni órákban meglátszik. Láthatóan nagy segítség akkor, amikor kijönnek akár a polgárőr tagjai, akár a rendőrség képviselői, és itt a forgalmat már látványukkal is segítik azzal, hogy a szülők hátra mernek menni a parkolóig, és onnan a gyerekek jönnek, gyerekekkel jönnek vissza, vagy a gyerekek egyedül már bejönnek az intézménybe. Egészen október közepéig lesznek jelen az iskolánál a polgárőrök. Parancsnokuk azt mondta híradónknak, a gyalogosok nagy örömmel fogadták jelenlétüket, ők pedig igyekeznek jó tanácsokkal is ellátni a fiatalokat, hiszen komoly átmenő forgalommal szembesülhetnek minden reggel. Figyelmesebben vehetnek az emberek. Amint látjátok, elég nagy a forgalom van itt, pláne 7:30-tól 3:48-ig, és akkor van, aki későn veszi észre a gyerekeket, későn veszi észre a gyalogos átkelő helyet, és ezek általában elnézést kérnek, de nagyon jól tudjuk, hogy a közben egy baleset az elnézésre nem sokat ér, és ezért mi kellő időben megállítjuk a járműveket, és elmondja el a gyerekeknek, hogy ki átkelne a dolgát előhelyen. Rendben és balesetmentesen kezdődött a tanév a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén. A falvakban a körzeti megbízottak is jelen voltak, és vannak az oktatási intézményeknél, míg Sárospatakon két kiemelt helyen találkozhatunk reggelente rendőrökkel. Itt Sárospatakon, itt a Rákóczi úton az úgynevezett lámpás kereszteződésnél vagyunk állandóan jelen, illetve a II. Rákóczi Ferenc általános iskolánál is állandó polgárőr és rendőri jelenlét van reggelente. Tehát ha erőnk engedi, akkor a többi iskolához is elmenjünk, és figyeljük a gyalogosok közlekedését, szükség esetén beavatkozunk. A II. Rákóczi Ferenc általános iskolánál visszatérő probléma, ott van egy megállítós tábla, amit a szülők rendszeresen figyelmen kívül hagynak. Most a rendőrémnek kiadtam utasításba, hogy első esetben figyelmeztessék a gépjárművezetőket, az ott megállókat, hogy van ott parkolóhely, oda ott parkoljanak le, és onnan sétáljanak be a gyermekek az iskolába. A visszatérő szabálysértőkkel szemben viszont már intézkedni fogunk. A polgárőrség biztosítja nagyon szépen a gyalogátkelőhely biztonságát, amikor gyalogos csoport érkezik, akkor megállítják a forgalmat és átkísérik a gyalogosokat. A rendészeti osztályvezető azt is elmondta, szeptembert követően ugyan nem napi rendszerességgel, de rendszeresen visszatérnek majd az oktatási intézmények környékére, hiszen továbbra is az a céljuk, minden gyermek épségben jusson el az iskolába, majd pedig otthonába. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Elindultak az uniós fejlesztések Sátoraljaújhelyen. Új zongorát kapott a Sárospataki Teológia. Útfelújítás után forgalmi rend változás Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!